Négy oktatási intézmény vizes blokkjainak felújítása fejeződött be az elmúlt napokban. A Kossuth Lajos, a Munkácsi Mihály, a Táncsics Mihály és a Hétvezér általános iskola is új vizes blokkokat kapott. Én úgy gondolom, hogy mind a diákoknak, mind a kollégáimnak nagyon nagy öröm lesz ebbe bemenni, hiszen most már nem csak a konkrétan az épülethez tartozó két fiú, két lány mosdó, hanem mind a négy tornatermi öltözőnk és a hozzájuk kapcsolódó vizes blokkok is megújulhattak. A fejlesztések állami támogatással, az önkormányzat közreműködésével 250 millió forintból valósultak meg. Emellett további 6 iskola vizes blokkja fog megújulni az ősz folyamán 540 millió forint értékben, másik 5 intézményben pedig az év végén kezdődnek munkálatok. Itt nem csak felújítása történik a blokkoknak, hanem az ahhoz kapcsolódó közmű cserék, kiváltások, felújítások is megtörténnek. De azért tegyük hozzá, hogy ha már a számoknál vagyunk, hogy itt a Hétvezérben 1981-ben készültek el ezek a vizes blokkok, és jelentős részükhöz azóta nem nyúlt senki. Talán könnyű így 40 év után elképzelni, hogy azért itt milyen állapotok voltak. Cserpalkovics András polgármester örömét fejezte ki, hogy immár szemmel látható eredményekről lehet beszámolni az önkormányzat által elindított iskolafelújítási program kapcsán. Ez az oktatásfejlesztési program a Modern Városok program keretében kerül megvalósításra, teljes egészében a magyar állam finanszírozza, nagyjából 20 milliárd forintot biztosít erre Székesfehérvár önkormányzatának, ebből közel 16 milliárd forint egyébként már a város, azaz önkormányzat számláján van. Ebben nagy arányú fejlesztések is megtörténnek majd. A program keretében teljesen megújul a Vasvári, Tóparti és Kodolányi gimnázium. A Kodály Zoltán általános iskola és gimnázium homlokzata felújításon esik át, illetve a Barátságháza is megszépül.